A Papsajt étterem vezetői és baráti körük gyakran jótékonykodnak. Ezúttal a Szolnok Segít program ügyfeleinek nyújtottak segítséget. Eszközük egy jótékonysági borvacsora volt. Maga az étterem is felajánlott egy bizonyos összeget a belépőjegyek árából, és a vendégek összeálltak, és én szeretettel átnyújtanám, 79.500 forintot gyűjtöttünk össze, mely összeget önökre bízom, hogy ki az a legrászorultabb itt most jelen pillanatban a szervezetben, akinek ezt át tudnák adni. November 7-én fogasfilé, lassan sült kacsa és bárány várta a vendégeket különleges borokkal. Ők mindannyian hozzájárultak a támogatáshoz, amire a tél közelettével egyre nagyobb szükség van. Nagyon sok rászoruló ember van a programon belül, és fogjuk tudni kinek osztani. Valószínű, hogy több család fog ebből részesülni. A Humán Szolgáltató Központ szakemberei folyamatosan kapcsolatban állnak a családokkal, tudják ki, miben szenved hiányt. Úgy gondoltuk, hogy közeledik a karácsony, sok gyerekes család van, akinek szüksége van erre, vagy idősnek, aki egyedül él. A kiváló kezdeményezés újabb példája annak, mindenki másban és másnak tud segíteni. A lényeg az elhatározás. Önök is támogathatják a Szolnok Segít programot. Ehhez keressék fel a Humán Szolgáltató Központ munkatársait.